a mennyiség megfelelő, a minőség rosszabb, véget ért az aratás Békésben. Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán, a felénél tart a termelőkút kialakítása. Észtországban remekeltek, jól teljesítettek a csabai futók az első világversenyükön. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A hét minden napján fel lehet venni a koronavírus elleni védőoltásokat Békés megyében is, ahol a 16 és 18 év közöttiek már jóval több, mint 30%-a megkapta a vakcinát. Augusztustól lehetőség lesz a harmadik emlékeztető oltás felvételére, amit a szakemberek leginkább az idős, krónikus betegek számára ajánlanak. Varga Lévia szerdán délelőtt érkezett a Békéscsabai kórházban található oltópontra. Mint mondta, gyermeke is megkapta már a koronavírus elleni vakcinát. Nyáron készültünk koncertekre színházba a kislányommal, ő is fölvette a 12-15 év közötti, és hogy tudjunk szabadon mozogni, mert sajnos könyvtárba se tudtunk eddig bejutni, meg kirándulni se, meg reméljük, hogyha esetleg elkapjuk, enyhébb lefolyású lesz a betegség. A készenléti oltások időszakában Békés megyében három településen, Békéscsabán, Gyulán és Orosházán lehet felvenni a vakcinát. A regisztráltak a Pfizer, a Sinopharm és a Sputnik oltóanyagok közül választhatnak. Európában elsőként hazánkban a harmadik oltást is fel lehet majd venni, ehhez szintén regisztrációra lesz szükség. Az oltóorvos dönt a beadandó vakcina mienségéről a megfelelő indikációk alapján. Az alapimmunizálástól, tehát a második oltástól 4-6 hónapnak kell eltelnie ahhoz, hogy a harmadik oltást valaki felvehesse. Általában ez heterológ vakcinával fog történni, ami azt jelenti, hogy olyan vakcinával, ami eltérő technológiával készül, mint amivel az alapimmunizálást végezték. Az online rendszer folyamatosan működik. A regisztráció után lehet kiválasztani az időpontot és a vakcinát. A Békéscsabai oltóponton továbbra is napi 8 órában várják az érkezőket. Több gyógyszernél, gyógyhatású készítménynél kell figyelni a hűtésre, a helyes tárolásra a nyári időszakban. A szakemberek szerint a kánikulában érdemes szem előtt tartani, hogy mely gyógyszereket lehet szedni, és azokat hogyan kell tárolni, hiszen néhány készítmény hatása csökkenhet, vagy megváltozhat a hőségben. A gyógyszerek tárolása a nyári nagy melegben különösen nagy körültekintést igényel, hiszen a meleg hatására a gyógyszerek hatóanyagai bomlásnak indulhatnak, különösen a félszilárd folyékony gyógyszerformákban alakulhatnak ki olyan fizikai, kémiai, biológiai változások, mikrobiológiai változások, amelyek a gyógyszer hatását befolyásolhatják. A gyógyszereket csoportosíthatjuk tárolás szerint is, vannak szobahőmérsékleten tartandó gyógyszerek, hűvös helyen, illetve hideg helyen tartandó gyógyszerek. Szobahőmérsékleten tartandó gyógyszerek a 25-30 fok közötti hőmérséklet tartományban tartandók. Ezek általában nagy részét képviselik, ezek a szilárd gyógyszerformák, tabletták, kapszulák, amelyek nem is igényelnek különösebb tárolási körülményeket. Ezeket a lényeg az, hogy ha lehet száraz, hűvös helyen fénytől elzárva tartsuk. A hűvös helyen tartozó gyógyszerek közé tartoznak a kenőcsfélék, amelyek fizikai állapotuk változása következtében hatásváltoztatást is eredményeznek, hiszen megolvadhatnak, színük, hatásuk módosulhat hő hatására. Ebben a nagyon nagy nyári kánikulában különös figyelmet igényelnek a kézfertőtlenítőszerek, hiszen az autóban hagyott hajtógázzal alkalmazott készítmények, folyékony alkohol, gyorsan illanó oldószer tartalmazó készítmények párologhatnak, robbanást eredményezhetnek. Külön felhívnám a figyelmet a cukorbetegekre, akik inzulint kell, hogy alkalmazzanak bizonyos csoportjuk. Az inzulin készítmények felhasználást előtt, illetve felbontás előtt hűtőben tartandóak. Itt viszont arra hívnám fel még a figyelmet, hogy 2 fok alá ne kerüljön a hűtő hőmérséklete, hiszen ezek egy olyan vegyületcsoportot tartalmaznak, amelyek hideg hatására szintén módosulhatnak. Hogyha hűtést igénylő készítményt váltunk ki a gyógyszertárban, ezeket a készítményeket szállításnál is különös figyelemmel kell kísérjük, hiszen
a lakóhelyünkig való megérkezésig ezek a készítmények felmelegedhetnek, szintén változások alakulhatnak ki ezekben a készítményekben. Ezeket legfőképpen injekciós készítményekre, inzulin készítményekre értjük. Az nagyon fontos, hogy a hűtőben tartott készítményeknél viszont fagyáspont alá ne essen a hűtő hőmérséklete, hiszen olyan fizikai változások alakulhatnak ki ezekben a készítményekben, kristályosodás, fagyás, amelyek szintén befolyásolhatják a hatóanyag elvárt hatását. Nagyon fontos, hogy a gyógyszer készítményeket tartalmazó dobozokon mindig fel van tüntetve a tárolásra vonatkozó összes körülmény, így a tárolás hőmérsékleti tartománya is. Hogyha nincs feltüntetve, akkor egyértelműen szobahőmérsékleten kell tartanunk ezeket a készítményeket, viszont hogyha fel van tüntetve, akkor ahhoz szigorúan tartanunk kell magunkat. Így a hűtős készítményekre meg van jelölve az, hogy 2-8 fokon tartandóak. Ez különösen fontos a szemészeti készítményekre, injekciós inzulin készítményekre, illetve olyan félszilárd gyógyszerformákat tartalmazó gyógyszerkészítményekre, amelyek nagy meleg hatására megolvadhatnak, ezzel befolyásolva azok hatását. A kisebb gazdálkodók néhány maradvány területet aratnak még, de gyakorlatilag Békés megyében véget ért az aratás. A szakemberek szerint a termés minősége rosszabb, mint a korábbi esztendőkben. A mennyiségre, valamint a tárolási, raktározási kapacitásra azonban nem lehet panasz. Bozó József őstermelő a 2020-2021-es szezonban 30 hektáron gazdálkodott, zömmel szegedi búzaféléket vetett. Közel 20 éve ezekkel a fajtákkal dolgozik, ami az elvárható egyenletes minőség miatt meghatározó tényező. Az idei termésről szólva kifejtette, a minőség mellett a mennyiség is jónak mondható. Az ő esetében hektáronként átlagosan 70 mázsával lehet számolni. Szerencsére a hektáronkénti mennyiség is jó volt, mert 70 mázsa körül volt, volt amelyik jobb volt, volt amelyik gyengébb. Márciusban volt egy kiadós hideg hullám, ami éppen a bokrosodást megelőzően kapta el a búzát, emiatt pedig rövidek lettek a kalászok. Ha ez nem történt volna meg, akkor most hektáronként 90 mázsa termés átlaggal lehetne kalkulálni, tette hozzá. A mázsánkénti átvételi ár 6300-6400 forintra tehető, ami elmondása szerint az idei évben már fedezi a technológiára, a védekezésre, a növényvédőszerekre, a gombaölőszerekre és a műtrágyára fordított költségeket is. A kisebb gazdálkodók néhány maradvány területet aratnak még, de immár határozottan kijelenthető, hogy Békés megyében véget ért az aratás. Ahogyan a Csabai Raktár Szövetkezet igazgatóságának elnöke fogalmazott, 99%-ban már betakarították a kalászosokat. Minőségben sajnos az elmúlt időszak másfél-két hónap szárassága miatt gyengébb minőségű, mint az előző esztendőkben szokott lenni. Nagyjából olyan 65-70%, ami takarmányminőségű búza, és olyan 30-35% a búzának, ami étkezési minőségű. Az év első felében a különféle gabonák ótermése iránt olyan komoly kereslet alakult ki, hogy az idei jó termés átlagok dacára megyeszerte kiürültek a magtárak, és emiatt egyáltalán nincs tárolási kapacitás hiány, tette hozzá Adamczyk László. Az őszi árpa esetében 6,8 tonna, az őszi búza esetében pedig 6,5 tonnás megyei átlagról lehet beszélni. A szakemberek szerint ez jónak mondható, ezt pedig annak ellenére sikerült elérni, hogy a termőterület idén a tavalyihoz viszonyítva 15%-kal csökkent. A Modern Városok Program geotermikus hőhasznosítás Békés Csabán projekttel kapcsolatban tartott sajtónyilvános helyszíni bejárást a munkálatokat végző cég kedd délután a Nádas soron. A szakemberek a helyszínen többek között tájékoztattak arról, hogy hol tart jelenleg a kivitelezés, valamint arról, hogy miért nem állhat le a fúrás. A Modern Városok Programban Békés Csabán egy komplex energetikai program zajlik, amelynek része a geotermikus hőhasznosítás. A Nádas soron zajló munkálatok célja a fosszilis energiaforrások kiváltása, amelyek önkormányzati intézmények energiaszükségleteit fedezik. A területen július közepén kezdődött meg a munkavégzés. A cél az, hogy a kivitelezők mintegy 2500 méter mélyre fúrjanak. Most 1250 méterbe tart,
Ez egy 12 méteres szelvény, ami 2050 méterig fog tartani. Kettő szivattyúval fúrunk, percenként 2000 literrel, és egy olyan 70 báros nyomással, üzemi nyomással. Hozzátette, a fúrást megállás nélkül végzik, hiszen másképp a lyukfal összeomolhat. A folyamatot két szakember követi nyomon, akik minden műszaki és műveleti paramétert mérnek. Látunk még horoghelyzetet, fúróterhelést, a fúrónak az adott helyzetét méterben. A termelőkút kialakítását követően a nádas sorról juttatják majd el a hőenergiát a Gyulai úton található hőközpontba. Innen fogjuk elvezetni föld alatti vezetéken a hőközpontba a melegvizet, ahol szétosztásra kerül a hőközpontokba. Ezek jellemzően Békés Csaba város önkormányzatának az intézményeit fogják ővel ellátni. A hőcserélők, amik az alhőközpontokba helyezkednek el, ezek nyilván ugye leadják a hőt a visszakerülő vizet, viszont két visszasajtoló furaton keresztül fogunk visszajutatni a kitermelt rétegből. A nádas soron még mintegy két héten keresztül tart a munkavégzés. A fúrás hanghatással jár, amelyet a kivitelezők igyekeztek hangszigetelő konténerek segítségével tompítani. Szikora György hozzátette, a Gyulai úton augusztusban alakítják ki a platformokat, és azt követően kezdenek hozzá a sajtolók kivitelezéséhez. A gyulai Veres Laurával felálló 4x200 méteres női gyorsváltó a 8. helye jutott döntőbe a tokiói olimpia keddi versenynapján. A békésmegyei úszó mellett Jakabos Zsuzsanna, Verasztó Evelin és Kései Ajna alkotta a magyar csapatot. A kvartett 7 perc 56,16 másodperces eredménnyel elődöntős futamában a 4. helyen végzett. Az elsőként vízbe ugró Jakabos még az 5. helyen váltott, a gyulai várfürdő úszószakosztályának 15 éves versenyzője, Veres Laura viszont a 4. pozícióba hozta fel a csapatot. Verrasztó és Kései pedig magabiztosan tartotta ezt a helyet. A 4x200 méteres női gyorsváltók döntőjét magyar idő szerint csütörtök hajnalban rendezik majd. Jól teljesítettek a Békés Csabai Atlétikai Klub futói az idei U20-as Európa-bajnokságon. Nadi Levente és Tejger volt Ernő 400 méteres síkfutásban és a 4x400 méteres váltóban indult az észtországi kontinens viadalon. Nagy Levente a középfutamban 46,9 másodperces idejével új egyéni csúcsot ért el és bejutott a döntőbe. A Békés Csabai rövidtáv futó a fináléban 49,98 másodperces idejével végül az 5. helyen végzett. Nagyon hangulatos verseny volt egyébként. Tudni kell, hogy ez volt az első korosztályos világversenyem. Ezelőtt csapat Európa kupán voltam, ez egy felnőtt válogatott verseny volt, ami nekem az első volt. Hatalmas élmény volt. Akkor esélyesnek nem számítottam egyébként, a 20. legjobb időm volt, ha az idei legjobb időket nézzük. Szóval nagy meglepetés volt számomra is, hogy a döntőbe 5. helyet értem el. Steigerwald Ernő az előfutamban új egyéni csúcsot futott, és tovább jutott a középfutamba, de a döntőig már nem jutott el, így egyéniben a 15. helyen zárt. A versenyző az elmúlt időszakban keményen edzett az első világversenyére. Egy héten 9 edzésem van általában. Ugye most érettségiztem, úgyhogy ez egy kicsit megbomlott, mert néha csak 7 vagy 8 edzésre tudtam elmenni, de általában 6 atlétika edzésünk van, ebből 3 résztáv, valamint én járok és ilyen súlyemelős edzésre, de az is kifejezetten az atlétikai eredmények javulására, oda is heti 3-szor járok. A fiúk egyik edzője, Adorján László hangsúlyozta, hogy a csabai tehetségek nagy célokkal vágnak neki az év második felének. Szeretnének 300 méteren csúcsot javítani, korosztályos csúcsot. Idáig a Levente tartja 300 méteren a junior csúcsot, azt szeretnék megdönteni. Ez lenne az egyik nagyon fontos versenyük. Utána egy CB, egy felnőtt CB, csapatbajnokság döntőfordulójára kerül sor, és van még nekik egy korosztályos liga versenyük. A magyar csapat a 4x400 méteres váltóban a 7. helyet szerezte meg az Európa-bajnokságon. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!